Dr. Kátai Gábor iskoláit korán elvégezte. 1845-től Hollai József alkalmazza segédnek patikájában. 1848 tavaszán teszi le gyógyszer és segédi vizsgáját. 1851-ben Pesten beiratkozik gyógyszerész hallgatónak. Az első évet itt, a többit Bécsben végzi el. Ezután több vidéki gyógyszertárban dolgozik, majd 1856-ban ismét Pestre jön és beiratkozik orvostanhallgatónak. Az orvosi hetilap 1867. novemberi számában lépett először a nyilvánosság elé a Gyógyszerészet tudományi állása hazánkban című cikkével. Írásában rövid helyzetkép vázolása után határozott programmal áll elő. Sürgősen írni kell magyar nyelvű tankönyveket, melyek a legújabb és leghaladóbb természet szemléletet tükrözik, és ezek olcsó árusítására könyvkiadó társulatot kell alapítani. Az 1861. évi Nagykun megyei választó közgyűlésen megyei főorvosnak választják meg az utolsó két vizsgájának letétele előtt. A természettudományok népszerűsítése érdekében javasolja a társulatban, hogy adjanak ki a tudományok mindegyikére szóló kézikönyvet, és indítsanak népszerűsítő folyóiratot. Mindkét javaslatát a szűk pénzalapra hivatkozva vetették el. Elfoglalva a főorvosi hivatalát a közegészségügy javítására tesz javaslatot, létesítsenek több és nagyobb férőhelyű kórházakat, az elmebetegek számára külön épületekkel, sürgeti a mocsarak lecsapolását, a jó ivóvízű kutak, közfürdőket, a lakóházak célszerű építésének egészségügyi alapokon nyugvó szabályozását. 1861. novemberében Karcag város támogatásával egy éves külföldi tanulmányútra megy, felkeres több francia, német, holland és osztrák intézményt. Tapasztalatairól a Vasárnapi Újság hasábjain számol be úti leveleiben. Másik lényeges teendőként gyógyszerész társulat létrehozását jelöli meg.